Gyönyörű! Üdvözlünk mindenkit! Ez egy új unboxing, még nem unboxoltunk a csatornán konzolt. Úgyhogy ez egy jubileum nekem, mert még soha nem volt olyan, hogy... Tehát vettem már magamnak konzolt, mert a SNES-emet is magamnak vettem, a Game Boy Color-omat, DS-emet, 3DS-emet, de... Összeset használtam, vettem eddig. Még olyan nem volt, hogy ilyen vadi, olyan becsattogok és veszek egy konzolt. És nem is vagyok ennek a újítsunk be egy újabb változatra dolognak a híve, de egyszerűen már annyira rossz állapotban van a 3DS-em, hogy muszáj volt váltani, és ez a kis gyönyörű masina le volt akciózza, úgyhogy muszáj volt lecsapnom a lehetőségre. Itt van amúgy viszonyításként, majd egymás mellé is fogom őket rakni, a régi jó öreg 3DS-em, ez még a legelső modell, ami valaha kijött. És az oka, miért kellett váltani, hogy a vágombok már annyira rossz állapotban vannak, hogy csak akkor működnek már, amikor működni akarnak, tehát egy csomószor nem is veszi be, amikor nyomja őket az ember, ami egy Pokémonnál nem gáz, de bármi más, tehát például amikor Donkey Kong Country-zni próbálok, amit szintén játszanék sokat, csak nem tudok a régi 3DS-emen, ott például nagyon zavaró. A másik ok, hogy én annyit játszottam, én maszudom módszerezek ugye, tehát az azt jelenti, hogy biciklizek jobbra-balra és tojásokat keltegetek ki, hogy shine legyen, hogy mutatom, tehát ez az analogokkal, látod itt bal oldalt, jobb oldalt, mert teljesen eldeformálódott, tehát nem egy tökéletes kör, hanem látod itt tök lapos már a jobb oldalt. Talán egy kicsit jobban látszik majd. Aha, igen, jobban látszik. És ez a műanyag cucc, ez már nem illeszkedik rá, mert azt jelenti, hogy egy csomószor, amikor játszik az ember, magától lejön. Uh-huh. Tehát főleg, amikor fölveszi az ujjamnak a hőmérsékletét, egy kicsit kitágul az a műanyag, állandóan lecsúszik, és tök zavaró, mert ha így játszol, az meg nem kellemes a kéznek, uh-huh. Tehát hogy... Tehát most, hogy most vettem elő, én most nem fog róla csúszkálni annyit, mert ugye mi nem tágult ki ez a műanyag, tehát most azt írják nétek, hogy most ezt bebeszélem magamnak, de nagyon tényleg zavaró, egy 20 perc játék után ez már nagyon gáz tud lenni. Úgyhogy New 2DS XL mellett döntöttem, egyrészt mert ez volt leakciózva, ez volt ilyen nagyon szép pokélabda stílusban megcsinálva, és én soha nem használtam a 3D-t a 3DS-en, tehát nem láttam értelmét, és ezt jóval olcsóbb, mint hogy egy 3DS XL-t vettem volna. Ami nekem egy meglepő dolog, hogy egy ilyen Pokémon neutrális kiadásnál, tehát semmi Pikachus nincs magán a gépen, de itt se tudták kibírni, hogy ne legyen mindenhol ez a rohadt Pikachu, tehát itt van egy, és igen, itt a hátoldalt is oldalt van is egy. Volt egy. Oldalt is volt, igen, itt is van egy, tényleg, szintén minden, és itt is van egy. Arról nincs. Az alja az egyetlen része, ahol nincs Pikachu. A Pikachu mentes. Igen, igen, tehát hogy... Tehát mindenhol azt látod, hogy igen, én vagyok a kibaszott dollárpapa, Money Maker, bazd meg, és ez az én kibaszott franchise-om. A valagát mutatja tényleg minden, amit el tudsz képzelni. A másik érdekesség, hogy... Tehát nem adtak játékot a géphez. Tehát hogy a Pokémon játékokra rá lehet fogni, hogy erőszakosak, mert hogy a harcról szól. De ez nem adtak játékot. Tehát a PEGI szerint maga a Pokélabdás 2DS XL az erőszakos, és 7 éven aluliaknak nem mehet a kezébe. Még szerencsé, hogy én 29 vagyok. Mit csinálok az életemmel, bazdmá? Na mindegy, lássunk neki. Tészét. Itt is, bazdmeg! Egy Pikachu! De ő a legnépszerűbb, és mindenki szereti. Kivéve egy tökéletes annak. Világban mindenhol Blastoise lenne. Egy alternatív univerzumban. Egy alternatív univerzumban mindenhol Blastoise van, és egy Charizard fan vagy. Várjál, nem, addig csak mutatom a baseball sapkádat gyorsan, hogy így epic. Squirtle Squad for Life. Itt van leírás, meg itt vannak ilyen virtuális augmented reality kártyák. Amit nem fogsz használni. Nagyon soha.
És itt alul pedig egy töltő van. Ez nagy szó a Nintendónál, Igen. mert nem minden kiadáshoz adnak töltőt, mondván, hogy úgyis van minden háztartásban vagy 3-4 darab. És mivel ezt nem bontottad ki, valószínűleg ez igaz is. Hát ugye szerintem a csatlakozó az ugyanaz, mint a normál 3DS-nél, tehát hogy valószínűleg azt fogom használni, ez meg megy tartalékba. Ami nagyon tetszik, és ezt már, mikor én néztem unboxingot, amikor még győzködtem magam arról, hogy megvegyem-e, hogy ez itt, ez a pokélabda rész, ez nem csak az, hogy ott vastagabb a műanyag. Hallod? Halljátok? Ez egy gomb. Ezt lehet nyomogatni. Nem csinál semmit. De az egy normális, ez egy gomb. Mint egy árkád gomb, mint egy árkád kabinetten körülbelül úgy van megcsinálva a gomb. Tök jó hangja van, és tényleg mint a pokéladban, amikor megnyomják, és tudattól nő meg. Igen. Ezt meg kell csinálni, hogy ez a 2DS XL, csak egy sima 2DS, és ha megnyomod, akkor ez bőle XL. Wow. Na, itt egy kicsit fölnyitjuk. Ejha. Úgy néz ki, mint egy Switch. Most egymás mellé teszem őket. Itt ugye a jelentős különbség, itt például 4 vágón van, nem 2. Uh-huh. Tehát ugye, ezért van az, hogy egy csomó játék, nem csomó, van egy pár játék, amivel csak a New 3DS-en meg a New 2DS-en lehet játszani. Jobb oldalt is van, hát nem egy analog stick, ezt nem tudom, hogy pont, de nem játszottam még olyan játékkal, ami ezt használja, de itt jobb oldalt is van egy stick. Tök jó. És gombok amúgy érintése egész jónak tűnnek. Ami még egy design változtatás, hogy itt felülre került itt tetted be a játékot, tehát hogyha valaki ki akart veled szúrni, csak ezt megnyomta, kipattant a játék, és kész, elcseszted a mentésedet, a shiny-dat, a bármidet, meg ha alvó módba tetted, tehát így alvó módba teszed, és elteszed valóban, és valamelyek neki nyomódik, akkor is véletlenül ki tudott jönni, és ez nagyon sokszor kibaszott az emberrel. Itt, ugye itt van ha minden igaz, tehát ide teszed be a játékot, uh-huh. és itt mellette van, ha minden igaz, a memóriakártya. Ügyes. Úgyhogy ez, de nem tud ezzel előfordulni, itt van a jack dugó, ez nem tudom pontosan mi akar lenni. Ja igen, ez a stylus. Ez is átkerült... hol is volt ez? De sose használtam a stylust, azért nem tudom most megtalálni, hogy hol. Nem való, vagy hát itt, vagy oda? Igen, ez is itt felül volt. Tudod? Uh-huh. És itt pedig áttették lentre. És itt pedig a bekapcsoló gomb. És mi lesz így a 3D-esetnek a sorsa? Elrakod emlékbe? Elteszem, mert ugye tudok magammal cserebelélni például, meg ilyesmi. Oh. Tehát ilyenekre mindenképpen jó lesz. Nem nagyon tudnám annyit aladni, hogy megérje a vesződést, úgyhogy szerintem nem lesz beleadás. És ezt most olyan szépen kicsúsztattam, hogy nem tudom úgy visszacsúsztatni, ahogy volt. Na, talán most. Itt a bekapcsoló gomb, és itt az infra. Úgyhogy nagy vonalakban ennyi. Teljesen őszinték leszünk hozzátok amúgy, ezt másodjára unboxingolom ezt a gépet, mert először otthon vettem fel egy unboxingot, mert nem tudtuk összehozni a Benyóval, és a végén jöttem rá, hogy nem vízszintesen, hanem függőlegesen tartottam a kamerát. Bizony. Felhasználhatatlan szar lett a felvétel, úgyhogy ez egy másodkezű unboxingolás. Tehát nem voltunk teljesen őszinték. Rekreáció. De rekreáltuk ugyanazt az állapotot, ahogy én kaptam. Mutatom amúgy, hogy mennyire zseniális vagyok. Nem találtam sehol se egy New 2DS XL tokot, mert Magyarországon nagyon nehéz kapni Nintendohoz bármit. Mert itt főleg nem tudom, hogy... Tehát itt úgy alakult ki, hogy itt főleg Xboxoznak meg PlayStationeznek. Úgyhogy Euronics-ban vettem egy ilyen univerzális táskát, tartót.
Tablet? tablettokot, igen, köszönöm szépen, és színe pont passzol is hozzá, a piros, fehér, fekete, mint egy pont, mint egy pokélabda, és megengedték, hogy belepróbáljam, és tehát már akkor ki kellett egyszer bontanom, mert meg kellett néznem, hogy Belefér-e? tehát ilyen helyzetben volt, hogy belefér-e, akkor több patentnak tűnt, amúgy még egy kicsit nagy is, de az nem is baj, hogy nagy. És amikor vettem az Ultrasound meg az Ultramont, és mentem érte, akkor kaptam egy ilyen pokkenes szemüvegtisztítót. Kurva néz ki. Lehet a izét kijelzőt takarítani vele. Ja, úgyhogy hát a szemüvegemet is, meg a gépet is ezzel tartom tisztán. Ami majdnem elfelejtettem említeni, de most gyorsan említem, hogy ami egy hatalmas dizájn különbség az előzőhöz képest, hogy itt látod, egy kicsit kitüremkedik maga Igen. az alsó kijelző. És amikor ezt lecsukod, itt látod is a felső kijelzőn, hogy annak az a hatása, hogy két csíkba látod, karcolta konkrétan a felső kijelzőt. Igen, itt talán És lehet az látni. szinte minden fényviszonyban tök zavaró volt. Itt viszont bemélyedik az alsó. Pont azért, hogy ez ne fordulhasson elő. Tehát ez sokkal egyszerűbb lesz éppen meg tisztán tartani. Látod, semmi karc nincs a felső meg az alsón sem, mert nem karcolják egymást. Teljesen jó. Na ja, most akkor gyorsan be akarom kapcsolni mindkettőt, csak hogy a kijelzőket össze lehessen hasonlítani. Nagyon sok különbség nem lesz, mert a YouTube úgyis úgy összetömöríti a videót, mi ugye alapból Windows Phone-nal veszünk fel. Tehát az elég lényeges azért a színek is szebbek az újon, meg hát ugye egyértelműen a kijelző mérete is sokkal-sokkal Igen. nagyobb. Én azóta már át is transfereltem, tehát mire össze tudtuk hozni, hogy tehát azt nem bírtam ki, hogy addig ne használjam a gépet, ameddig össze tudjuk hozni az unboxingot, úgyhogy én áttranszfereltem azóta a dolgaimat, vannak a letöltött Pokémon játékok. Ezt a felvételt, amúgy ezt a re-unboxingot, ezt december 26-án vesszük föl. Amikor a Nem akarok gázfadást is. hülyeséget mondani, te nagyjából emlékszem, hogy melyik nap írtam, hogy megveszem, vagy Ne, megvettem. nagyon rég nem tudom. Szerintem lehet, hogy még valamikor november végén, vagy december Szerintem elején. igen, nagyjából a szülinapom környékén pont. Sőt, szerintem előtte, mert emlékszem, hogy még kérdeztem is, hogy kérsz-e tokot. Vagy legalábbis nem sokkal utána. Nem, szóval az én születésnapomhoz voltunk közel, tehát ez Igen. már lehet, hogy december első egy-két napja volt. Mert pont egy hét van a két születésnap között. Igen. Na, innen meg akarom mutatni, mi volt a karácsonyi ajándékom magától a játéktól. Amit már neked is mutattam egyszer Igen. képbe. Én most azzal foglalkozok, hogy külön megvettem Ricsi barátunknak a Pokémon Yellow-t, hogy ezt meg tudjam oldani. Kellett nekem egy Shiny Ditto, és most Shiny-kat breedelek Pokémon Silverbe. És szent este vagy 20 percre kapcsoltam be a gépet. És mindjárt megmutatom, hogy mi lett az eredménye. Ó. Ebbe a boxba tartom a sikeres Shiny-kat. Sajnálom, Balbosszal úr megvan. Szépek. Totodile. Ekinsz volt az első. Nem tudom, hogy miért Ekinszt kezdtem el. Mert úgy akartam, tudod, még Shiny Gyarados-szal akartam elkezdeni ezt az egész Shiny vadászatot. Aztán rájöttem, hogy ez egy rakás szar módszer. De mire sikerült a Shiny Dittót szereznem, addigra már annyira frusztrált, hogy nem jön össze a kurva Ekinsz, hogy belekezdtem. És az volt az egyik leghosszabb. A Totodile szinte azonnal meglett, meg a Caterpie is, a Cyndaquil szopatott sokáig, és a Squirtle volt a leghosszabb. Na. Squirtle-t azt hetekig breedeltem. A Charmander volt szerintem a legrövidebb. Tehát, mint hogyha akarná, hogy szeressem a faját, csak nem akar neki összejönni. No, Bulbasaur meg szent este, valamikor 7:30-kor jött össze. Úgyhogy be fogom állítani összesnek a Nature-ét, aztán áttranszferelem őket a 7. generációs mentésembe.
Mert még várjál, gyorsan be akarok tanulni van akármelyik random kazettát, csak hogy megmutassam a képernyő minőségét egy 3DS játékba. Nem tudom, hogy mennyire fogja visszaadni a telefonod. Hát valószínűleg sem ennyire. Hát figyelj, egy próbát megérni. Hát meg úgyis mindjárt levágja a felvételt, mert elvileg csak 10 percet enged felvenni a... Hát még, mert még engedi felvenni a Windows Phone, csak nem tudom meddig, mert nekem ilyen 10-12 percnél meg szokott állni automatikusan a felvétel, jó, és most már negyed órája vesz. Sőt, már 16 perc, úgyhogy ami kurva gyors azt. Jó, random első dolog, ami kezembe került, Pokémon X. Csak egy bármilyen egy random encountert, bármit. Jó, leszarom. Az egyik nézőnek a Friend Safari amúgy. Ki van, mi Shiny izébe szarok? Elég szép. Igen, kicsit tompít rajta, most így nézem telefonon keresztül, igen, de elég nem csak így nehéz, kicsit így, várjál, megpróbálom így, hogy nem csak a zoom. Akkor akarok nézni hát így, capture kártyát, és akkor lehet nem mit tudom én ilyen random gameplay vagy bármit fölvenni. Nem. Jó, nem. Azt így, max magamban privátban. Max magad, igen. Nem, lehet amúgy, de valószínűleg a nézők szétszednének minket, úgyhogy... Csak azt mondják, hajlandóak nézni. Viszont igen, hamar fölmennék akár 5000 feliratkozó. Ne, a feliratkozó szám számít, tudod. Miki kém, nem egy random encounterhoz? Nem, jó, csak itt tartani már így. Elég kényelmetlen a Windows Phone tartani. Gyorsan nézzük meg ezeket a szarkártyákat is. Egy kérdőjel. Nem, Mario, Link, Kirby, Samus. A Pikminek. Ja. Nem tudom, hogy ez mi a fasz csinál, valamit biztos. Na mindegy, szerintem megmutattunk mindent, kitértünk mindenre. Hihetetlen. A technológia már ideig tovább fejlődött. Igen. Mi nehéz lesz Pokémonnal játszani csak, amikor ezt kaptam karácsonyra, az egyik kedvenc JRPG-m PS2 időszakból. Nem, idén lett valamikor portolva év elején. Teljesen jó. Szépen lassan gyarapodik. Mire véget ér a 3DS időszak, addigra szépen gyarapodik a 3DS gyűjteményem. Jó van. Na, köszönjünk akkor el. Szerintem ez kiadós videó lesz, úgyhogy. Ja, kicsit őszinték voltunk, kicsit bénáztunk, de remélem tetszett. Legalább, figyelj, már annyivel több, hogy már vízszintesen van a felvétel, úgyhogy. Igen, lesz 10.000 feliratkozók, akkor föltöltjük a szart, amit vettek fel egyedül. Mindent elmentünk. Az lett volna technikailag az első Miki szóló videó, és azért mennyit elmond, hogy annyira szar lett, hogy vállalhatatlan, és újra kellett fölvennünk együtt. El kell kezdeni valahol. Hát ja. Még a legjobbak is. Ennyi. Ilyen. Na jó van. Ezt mire feltöltöm, mert megvágom, te jó ég. Na jó van, tényleg köszönjünk el szépen. Na jó van. Na. Mi megvárjuk, hogy visszacsomagolod, vagy nem? Nem, nem kell megvárni semmit. Jól van. Na, ennyi volt az unboxing, úgyhogy köszönjük Mikinek, hogy megmutatta nagyszerű szép 2DS-ét, a sok Pikachu-val. Szerintem egy jó upgrade volt. Mert nem is volt drága. Tudom, mennyi vettem? Na. 46-ért. Szinte ingyen volt. Miért nem vettél kettőt rögtön? Ne, csak egy volt. Nem. Utolsó darabosként hoztam el onnan, ahonnan vettem. Amúgy egyébként a sima 2DS XL-ek is drágábbak, tehát azok ilyen 53-55-nél kezdődnek, ez valamiért akciós volt most, és azért volt ilyen viszonylag olcsó. Teljesen jó. Hát ez jó. Egy igazi jóságvétel volt. Igen, ez jóság Laci is csinálhatta volna jobban. Ennyi. Legyen ez a végszó. Köszi, néztétek! Sziasztok! Sziasztok!